Hajdúnánásváros önkormányzata évek óta elkülönítetten kezeli azt a pénzt, amely az önkormányzati lakások eladásából származott. A feltételek megteremtése után Hajdúnánás folyamatosan pályázott a kormány állami támogatású bérlakás programjára. A kollektív munka eredményeként a pályázatok idei elbírálásakor a város 150 millió forintot kapott bérlakás építésre. Az önkormányzat ehhez 58 millió forint saját erőt vállalt készpénzben, 22 millió forintot pedig építési telek formájában. A Bocskai Irányi utcák találkozásánál lévő telek alapkőletételére december 20-án került sor, melyre a Gazdasági Minisztérium politikai államtitkára Glatfelder Béla is hivatalos volt. Ez egy nagyobbnak számító beruházás. Magyarországon kevés olyan önkormányzat van, aki ilyen nagy fába vágja a fejszéjét. 32 bérlakással bővíteni egyetlen egy éven belül egy város bérlakás állományát mindig komoly vállalkozás, még akkor is, hogyha ez 70-80%-os támogatás járul a Széchenyi tervből. Több célt szolgál a lakásépítés támogatása, az otthonteremtés támogatása. Gondoljunk arra, hogy hát azért nyilvánvalóan mindannyian szeretnénk valami meleg fészket, ahol lakhatunk. Ezt a teljesen természetes emberi igényt szeretnénk kielégíteni a támogatásokkal. Másrészt pedig egyetlen egy új bérlakás, vagy akármilyen más lakás építése a magyar gazdaságban 5 új munkahelyet teremt, és hogyha 10-szer több lakást tudunk évente megépíteni, az mintegy 1%-kal növeli a magyar gazdaság teljesítményét. Az ünnepség előtt Glatfelder Béla tájékoztatót tartott a Széchenyi terv módosulásairól, majd dr. Éles András polgármester úr a képviselőtestület által a város barátai számára adományozott plakettet adott át az államtitkár úrnak. Egy évvel ezelőtt ismertem meg Hajdúnánást, amikor meghívtak ide a millenniumi zászló átadására. Nagyon kedves hazájukat és városukat szerető embereket ismertem meg az itt élőkben, és van néhány barátom, aki ide kötődik a városhoz, például Lévai Tibor országgyűlési képviselő úr, aki nagyon kemény ember, és nagyon nehézé teszi az ember életét, amikor egy-egy hajdunánási pályázat érdekében, legyen szó akár bérlakásról, önkormányzatiról, vagy egyháziról, vagy gyógyfürdő pályázat ügyében zaklatja a titkárságomat, és már-már azt is akadályozza, hogy a munka és az élet a normális menetében folyhasson. De mindig örömmel teszem eleget a kéréseinek, mert úgy látom, hogy Hajdúnánás pályázatai jó minőségűek, jók, és nagy örömmel lehet ezeket támogatni, jól illeszkednek a Széchenyi terv kiírásaiba. A polgármester úr volt oly kedves és meglepett azzal, hogy a mai napon adta át a város képviselőtestülete által megítélt elismerést, amelyben a város barátjává fogadtak, aminek én nagyon örültem és nagy megtiszteltésnek tartottam. Hajdúnánás bérlakás állományának 95%-a kétszobás, ezért most a kis alapterületű lakások számának növelése a cél, megteremtve a városban a lakásmobilitást. Egyenként 49-52 négyzetméteres nagyságú önkormányzati bérlakás épül, ami azt jelenti, hogy ezek a lakások csak bérbeadás útján történő hasznosítással lesznek igénybe vehetők. Szándékaink szerint elsősorban a fiataloknak, de olyan időseknek is, akik olyan nagy lakásban laknak, hogy nem bírják a rezsit fizetni, vagy egyedül maradtak is, úgy gondolják, hogy kisebb alapterületi lakással is megelégednének. Mikorra tervezik az épület átadását? Ez egy jó kérdés. Én nagyon szeretném, ha jövő ilyenkor ezek a lakások átadásra kerülnének. A jövőre nézve milyen tervek vannak kilátásban, lakásépítéssel, illetve felújítással kapcsolatban városunkban? Hát az az igazság, hogy lakásépítésben belekezdhetnénk még egy ugyanilyen nagyságrendű, tehát mintegy 32 lakás megépítésében, ha ilyen kondíciókat tudnánk kapni a Széchenyi terv keretében. Ennek egyrészt az az oka, hogy nem tudunk pillanatnyilag belekezdeni, hogy az én elképzelésem szerint ennek valahol a Csokonai utcán kellene megépülni, nevezetesen én erre alkalmasnak tartanám a jelenlegi napközi otthonos kifőzdének a helyét. Azonban ahhoz, hogy ezt meg tudjuk lépni, ahhoz először rendbe kell tenni a önkormányzat által megvásárolt éttermet, hogy ott egy nagy konyha ki tudjon alakulni. Ez az egyik ok. A másik, hogy annyi beruházás lesz a városban, hogy szinte már még közlekedési helyzet is kialakulhat. Harmadrészt
lehet, hogy erre más helyszínen kellene sort keríteni, akkor viszont ahhoz előbb rendbe kellene tenni az állomás mellett lévő sokak által már szóvá tett épületet. Azonban ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ezeknek az embereknek helyet kellene keresni. De a városnak több mint 80 millió forintja van. Én úgy gondolom, hogy ezzel a pénzzel egy ugyanilyen nagyságrendű akcióba belekezdhetnénk. Pillanatnyilag úgy vélem, hogy az lenne a helyes, ha a testület majd az év második felében eldönteni ezt, és amennyiben a Széchenyi terv folytatódik, akkor ezt a pályázatot benyújtaná, és talán a jövő évben elkezdődhetnének ezek a beruházások. A Széchenyi program meghirdetése óta 24 milliárd forint állami támogatással 5500 bérlakás építése kezdődött el, és épp a napokban hoznak döntést további pályázatok támogatásáról. Hogyan zárta az idei évet a hajdonállási mentőállomás? Az év végétől még néhány hét elválaszt bennünket, de azt már bizonyosan elmondhatjuk, hogy az ebben az évben teljesített feladatok száma már eléri, sőt meg fogja haladni a 2000. évben teljesített feladatokat. Ez tehát azt jelenti, hogy a feladat számaink meghaladja a 21 ezret, tehát hajdonállás minden lakosa találkozott a mentőszolgálat, illetve munkatársainkkal valamilyen formában, tehát vagy mentés, vagy betegszállítás kapcsán. Rendkívül nagy előnyt jelent számunkra ebben az új épületben az, hogy valamennyi mentőgépkocsink fűtött garázsból indul, ennek rendkívül nagyon sok előnye van, különösen most, akkor, hogyha lehűlt beteggel találkozunk, rossz szociális körülmények között élő idős betegeket viszont gyakran, nyilván rendkívül nagy jelentősége van a mentőgépkocsinak a hőmérsékletének. A gépkocsik állapota nagyon jónak mondható, a szervizelésük folyamatos, ezt mindig Debrecenben szoktuk megoldani. Bár kétségtelen, hogy van olyan autónk, amelyik már meghaladta az 560 ezer kilométert, ennek ellenére nagyon jó műszaki állapotban van. Ezt a kilométer teljesítést relatíve rövid idő alatt ér el az autó, ugyanis van olyan autónk, amelyik egy hónapban 15-20 ezer kilométert is teljesít. A gyógyszerellátásunk az szintén folyamatos, a legújabb nemzetközi ajánlások szerint is elfogadott készítményeket szoktuk beszerezni, ezzel kapcsolatban semmiféle fennakadás nem volt. Ami igazán nagy gondot jelent számunkra, az a közalkalmi törvénynek a betartása, amely nyilvánvalóan számunkra ez kötelező jellegű, és ez különös a nyári hónapokban és most évvégén szokott igazán nagyobb problémát jelenteni, és ilyenkor elsősorban az egyszerű betegszállítási feladatok azok, amelyek érezhetően nehézkesebbé válnak, gyakran kényszerülünk arra, hogy egy-egy előre bejelentett feladatot másnapra programozzunk át. Természetesen jelenleg nem térhetünk ki a mentő feladatokat illető számunkra kötelező, igen sokrétű statisztikai elemzésre. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy bármilyen szándékkal is készítünk adatot vagy kimutatást, a kimutatások mögött emberek állnak. Nem akármilyen, hanem beteg emberek, vagy azok hozzátartozói, akik gyakran kétségbe esett élethelyzetekben várják a sürgős segítséget, a mentőket. Az adatok mögött tehát sorsok vannak, melyek gyakran meghatározói, melynek gyakran alakítóivá váltunk. Tudjuk, hogy ezt gyakran nem hiábavalóan tettük. Mások, és ők vannak többen, csupán egyszerű betegszállítási feladat kapcsán találkoztak munkatársaimmal, láthattak bele ezzel a mentőmunka igen sokrétű feladataiba. Most az ő, tehát munkatársaim, bajtársaim, és magam nevében kívánok önöknek nagyon jó egészséget, békés, boldog karácsonyt, és örömteli, sikerekben gazdag, boldog új évet. 2001 évben, máj napig, 245 tűz kárjelzés érkezett parancsnokságunk híradőügyeletére. Ennek nagyobb része tűzeset volt, tűzjelzés, még kisebb hányada műszaki mentés volt. Gyakorlatilag az esetek túlnyomó többsége az illetékességi területünkre esett, de azért egy bizonyos hányada a szomszédos tűzoltó parancsnokságok működési területén történt, tehát oda vonult tűzoltó parancsnokságunk személyi állománya segítségnyújtásra.
Ami az előző évekhez képest változás, hogy ebben az évben a tűzesetek száma megnőtt működési területünkön, míg a műszaki mentések száma szerencsére a belvízvédekezésnek a lényeges visszaesésére így csökkent. Tűzoltóságunk működési területén 2001 év olyan szempontból nagyon szerencsés, hogy haláleset tűzesettel összefüggésben nem történt, sőt, a sérülésekkel kapcsolatban is elmondható egyfajta szerencse, hiszen a két sérült, amely 2001 évben tűzesetek kapcsolatban történt, a két sérülés, ez könnyű sérültnek minősül. Ami viszont nem egy túl szerencsés dolog ebben az évben, hogy több mint 40 millió forint kárt okozott a tűzeset illetékességi területünkön, és hát a tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően több mint 100 millió forint becsült értéket mentett meg tűzoltóságunk állománya. Nagy hangsúlyt fektett parancsnokságunk a prevencióra, a tűzmegelőzésre. Ilyen irányú tevékenységünk tűzvédelmi hatósági ellenőrzésekből, szakhatóságügyek intézéséből, és hát egyfajta propaganda tájékoztatási tevékenységből áll. A tűzmegelőzési hatósági tevékenységünk hasonlóan az elmúlt években 120 tűzvédelmi ellenőrzésből állt, ami általában a hibafeltárásra a ellenőrzöttekkel közösen a tűzvédelmi jogszabályok érvényre juttatásából áll. Hát azért van kivétel, amikor szankciókat kell alkalmaznunk, így az ez évben ismét bevezetett tűzvédelmi helyszíni bírsággal is kellett, hogy néhány esetben éljünk. A szakhatóság ügyeink száma valamelyes több, mint az elmúlt években. Az építési, létesítési, használatba vételi, működési, telephelyengedélyezés ügyekben a jogszabály előírja, hogy a tűzoltóság vegyen részt, és hát itt is ezeket az ügyeket intéztük ez évben. Én azt hiszem, hogy megfelelő módon. Hát a sajtó és tájékoztatási munkánk is nagyon fontos, hiszen a tűzmegelőzés területén ez az egyik csatorna, ahol a lakossághoz, a létesítményekhez el lehet jutni, és a tűzvédelmi jogszabályokról, a megelőző jogszabályokról ismeretet adni. Hát én azt hiszem, hogy épp a helyi televízió nézői azok, akik minden hónapban tájékozódhattak a munkánkról, és én azt hiszem, hogy ez egyfajta megelőzési propaganda munkának is felfogható. Eljutottunk több iskolába, több városban a működési területünkön, ahol közterületi bemutatókat tartottunk, megismerkedhettek ott a tűzoltó élettel, tűzoltó technikával, és bizonyos szempontból a tűzmegelőzési jogszabályokkal is az érintettek. Történt bizonyos technikai fejlesztés is 2001. esztendőbe. Mondhatom azt, hogy nem állt meg az elmúlt években már megkezdődött korszerűsítési folyamat, hiszen ebben az évben is a légzőkészülékeinket sikerült egy részét lecserélni, illetve a tűzoltó védőruháknak a cseréje is megkezdődött. Ezt központi forrásból kaptuk. Ugyanakkor a városunk önkormányzatának képviselő testülete megszavazott egy 20% önrészt a összesen 2,5 millió forintnyi eszközfejlesztésünkre. Ez egy pályázat, amely, ha minden jól megy, 2002 első felében realizálódni is fog, és bizonyos technikai fejlesztést ismét jelent. El kell még azt mondanom a 2001. esztendőről, hogy Hajdunánásnak ez a szép épülete, amelyben a tűzoltó laktanya van, ez is kívül is belül is kapott egyfajta felújítást, hiszen személyi állományunk emellett a közel 250 beavatkozás mellett, kiképzés mellett, versenyeken, bemutatókon való részvétel mellett nagyon nagy gondot fordított a tűzoltó laktanya külső, belső renoválására, felújítására is. Köszönet ezért nekik. Még egy dolgot a 2001. esztendővel szeretnék a nézőknek elmondani, ez pedig azt, hogy jelentős eseménye volt a tűzoltóságunk személyi állományát érintő úgynevezett délutáni, éjszakai elmaradt pótlékoknak a kifizetés és elmaradt távolét idejének a kifizetése ebben az esztendőben. Erre is végérvényesen pont került, bár bizonyára a nézők is tájékozódtak róla, hogy újabb vita van a tűzoltóságok pótlékával kapcsolatban.
Ez egy más történet, hiszen 2001. július 1-én olyan jogszabályváltozások történtek, amelyek egy újabb problémát, de nem az előzőeket, tehát egy más pótlékot, egy más pótlék elemet, a nevezetten a veszélyességi pótlékot érintette. Itt merültek fel viták, ez a vita még jelenleg is tart magasabb fórumokon, tehát a szakszervezet országos vezetése és a belügyi vezetés között egy tárgyalási folyamat van, így ennek én nem mennék elébe. Bízunk benne, hogy ez is rendeződik, ez a kérdés is a jövő esztendőbe. És ha már itt tartok, akkor engedjék meg a kedves nézők, hogy a ünnepek előtt a személyállományunk nevébe kellemes, békés karácsonyt, tűzkármentes karácsonyt kívánjak, és eredményekben gazdag, boldog új évet. A rendőrkapitányságunk minden évben munkatervet készít, és célkitűzéseket teszünk magunk elé. 2001 első fél évében az volt a célkitűzésünk, hogy csökkenjen a bűncselekmények száma, valamint csökkentsük a balesetek számát. Ez sikerült végrehajtanunk, és a második fél évben ez a csökkenés már nem teljes mértékben volt tapasztalható, egy stagnálás mutatkozik, tehát ha összességében megnézzük az elmúlt évhez viszonyított adatokat, akkor a bűncselekmény sem Hajdúdánáson, sem a rendőrkapitányság illetékességé területén nem növekedett. Örvendetes tény, hogy a lakosságot súlyosan nyugtalanító bűncselekményfajták nem fordultak el területünkön, csökkent a betöréses lopások száma, ezen belül a lakásbetöréseké, és csökkent a rablások száma is. El kell azt mondanom, hogy a rendőrkapitányságunk nagyon jó felderítési eredményességgel rendelkezik, több mint 74%-át derítjük fel az ismeretlen tetteses ügyeknek. Ezzel az eredménnyel nagyon jó pozíciót értünk el országosan is, és helyileg is, ezért mi megkaptuk a Hajdúnási Rendőrkapitányság az erkölcsi és az anyagi elismerést is, több személyt tudtunk megjutalmazni, illetve anyagiakban is dotálták fizetés emelésnél a munkánkat. Másik nagyon lényeges körülmény, hogy a lakosságot irritáló bűncselekmények tetteseit rövidre belül el tudjuk fogni. Ez a helyi írott sajtóban is megjelent már. Egyrészt az önkormányzat falára festegetőt és más rongálókat is a rendőrkapitányság dolgozói 72 órán belül elfogták, és ez sikerült bíróság elé állítanunk ezeket az elkövetőket. Sikerült ebben az évben képítenünk egy nagyon fontos számítógép hálózatot, amely újszerű, és a Hajdúnási Rendőrkapitányságon végzik a legjobb minőségi munkát a számítógép hálózat következtében. Gondolok itt a bűncselekmények nyomozására és más jellegű adatok rögzítésére. Ebben az évben mérették meg a rendőrkapitányság munkáját a TQM minőségbiztosítás alapján. Itt kérdőjeket küldtek ki a lakossághoz és más civil szervezetekhez, és ebben a rangsorban a kapitányságunk munkáját nagyon pozitívan és nagyon kiemelkedően értékelték. Nyilván, hogy ennek a minőségbiztosításnak van az elkövetkező évben még különféle feladatai, azt jövőben ugyanilyen eredménnyel fogjuk teljesíteni. Biztos, hogy vannak olyan egyének, akiknek a ellopott dolgait nem tudtuk földeríteni. Gondolok itt a külterületen szőlőskerti lopásokra. A jövőben erre is nagyon oda fogunk figyelni, és a kerékpárlopások megelőzése érdekében, bolti lopások, zseblopások érdekében most az ünnepek alatt is komoly munkát végzünk piacokon, és elárusító helyeken ellenőrzést végzünk, és vigyázunk a lakosoknak az értékeire. Összességében én úgy értékelem a Hajdúnás rendőrkapitányság munkáját, ahova 9 település tartozik, hogy nagyon kemény munkával,
határozott fellépéssel és törvényesen intézkedtek, akikre kellett a törvényszigorával sújtottunk le, akinek segítséget kell tenni, az pedig segítséget megadtuk. Én felhívom a figyelmet az ünnepeken az italozások és a petárdáknak a dobálásának elkülésére, mert ez is közönött közbiztonságot befolyásoló tényező, és ebben az esetben is intézkednek a rendőrök. Én kívánok mindenkinek kellemes karácsonyt és békés boldog új esztendőt. Hogyan értékel az egyház egész éves munkáját? Ez a lassan mögöttünk levő esztendő, hála Istennek, az egyházközségünk életébe mindenféleképpen háladásra ad okot. Először is szeretném megemlíteni azt, ami nem csak az egyházközség, hanem a városnak is nagy örömére vált, hogy református templomunk csodálatosan megújult belül és kívül. Megtörtént a hálaadás is 2001. szeptember 16-án. A visszhangok is azt mutatják, hogy mindez szépen, ékesen egy házért, városért történt. Nagy reménységünk volt ez a 2001. június 17-én beadott Széchenyi terv pályázatunk az idősek otthonára. Több izgalmas hónap után, hála Istennek október 12-én Matolcsi György, a gazdasági miniszter úr írásban jelezte azt, hogy e pályázatunk nyert. Ez újabb nagyobb feladat elé állítja egyházközségünket, hiszen ez az idősek otthona itt épülne a református általános iskola területén, az északi részen 43 férőhelyes emelt szintű ellátást szeretnénk biztosítani az idősek számára. Ez újabb kihívás számunkra, hiszen az elmúlt 40-50 év alatt ilyen nem történt a hajdunánási református egyházközség életébe, és végre megérhettük azt is, hogy ilyen nagy építkezésbe és munkába kezdhetünk bele, ami hisszük, hogy mind az egyházközség, mind a város és az ott élők, lévő idősek javára fog válni. Természetesen van, amivel nem vagyunk megelégedve, pontosabban a lassan elmúló esztendőben a orgonánkat nem sikerült felújítani, ez egy óriási 8-10 millió forintos munka lenne. Azonban örömmel mondom azt, hogy a kormány jóvoltából sikerül a templomot kivilágítatni, bekérték a megfelelő adatokat, és egy három nyelvű tábla kerül ki a templom falára, templom rövid történetével. Mindent összevetve tehát, én úgy érzem, amit célul tűztünk ki, azt elértük Isten segítségével és emberek segítsége által. Milyen eredménye zárta az évet idén a Menti Field? Örömmel mondhatom, hogy kiváló eredményt értünk el ebben az évben minden tekintetben. Először is most ünnepeltük fennállásunk 40. évfordulóját, és nagy örömünkre szolgál, hogy ehhez méltó eredmények is születtek ebben az évben. Most egy olyan bűvös számot lépett át a forgalmunk, amelyet még eddig soha nem sikerült elérnünk. Túl vagyunk az 1 milliárd forintos árbevételen, ennek mintegy 30%-a exportra került, a többi pedig a belföldi piacon talált beépítése. Az exportunk rendkívül sok irányú, nagyon sok országba jutnak el a mi embereinknek a munkája. Tovább folytattuk a gyárnak a szépítését, a technológiai rekonstrukciót, ezében is nagyon sok minden történt ilyen tekintetben. Gépek, berendezések gazdagítják és könnyítik a munkánkat, de tovább folytattuk a épületek, építmények felújítását is. Éppen a napokban fog még sor kerülni a korszerűsödő új öltöző szociális létesítmény átadására, amely szintén megújul, mint ahogy a gyár külsőleg már látható módon megújult. Itt a belső dolgainkat is tovább csinosítjuk. Sajnos ezt az évet úgy zárjuk, mint ahogy még sosem zártuk. Veszteségesek azért nem leszünk, de eredményességünk nagyon romlott. A környezet miatt, a forint árfolyam szélesítés miatt, aztán az környező országokban sokkal olcsóbb munkaerővel dolgoznak,
így nagyon nehéz évet zárunk, de még egyszer mondom, nem leszünk veszteségesek. Nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt évben is. Mindjárt az év elején elkezdtük a túlórákkal, mert ugye az a fontos, hogy a határidőre a partnereinknek ki tudjuk szállítani a munkákat. Sokszor nagyon sok túlórával sikerül ezt csak megvalósítani, de az itteni emberek, azok tudják már ezt, hiszen hosszú idő óta csinálják, és ezeket a munkákat sikerült úgy megoldani, hogy elfogadható határidőbe mindig a vevők megelégedésére ki tudtuk szállítani a termékeinket. Ebben az évben különösen nagyobb beruházás nem volt. Az üzembe technológiai korszerűsítés történt, áttértünk egy bizonyos fokig más technológiára, ami azt jelenti, hogy most már a hajdunánási öltönyök olyan színvonalon készülnek, mint a világ legjobb színvonalát, amit el lehet képzelni. A legnagyobb vetélytársunk a szlovéniai Muraszombathely, aki eddig minőségben megvert bennünket, technológiában is bizonyos fokig, most ezt úgy néz ki, hogy év végére sikerült megoldanunk, és következő évben már olyan technológia megyen, ami bárhol megállja a helyét a világon. Én nagyon remélem, hogy a következő évet is majd eredményesen zárjuk, bár egyre nehezebb a helyzet, konfekcióban, mint ahogy már említettem, környező országok olcsó munkaereje miatt. Egyelőre túl nagy jövőt nem látok a cég előtt, ez a túl nagy jövőt nem úgy kell érteni, hogy most jövő évben megszűnik, vagy elbocsátások lesznek, de egy belátható időn belül ez lehet 5-10 év, valószínű, hogy csökkenteni kell a létszámunkat, de addig még sok minden történhet, és én remélem történni is fog, és akkor még erre sem fog sor kerülni, de jelenleg nem rózsás a helyzetünk. December az összegzések, a mérlegvonások hava, így van ez az önkormányzati munkánál is. Az önkormányzati munka, illetve a város irányítása különösképpen pénzügyi döntésekről szól, azokról a pénzügyi döntésekről, amelyek a város lakosságának az alapvető szükségleteit próbálják biztosítani, így a kultúrát, a megélhetést, a különböző szolgáltatásokat. Dr. Éles András polgármester úrral beszélgetünk a stúdióban, aki a 2001-es önkormányzati évről és annak jelentősebb döntéseiről fog tájékoztatni bennünket. Essen szó először a legekről. Mi hozott a legnagyobb sikert ebben az évben? Illetve vannak-e olyanok, amelyek olyan döntés, amit nem sikerült megvalósítani a tervek ellenére? Hát nehéz kérdést tett föl, én nem is tudok erre válaszolni. Számomra talán a legfontosabb az volt, hogy erre az évre teremtődtek meg a városnak azok a pénzügyi lehetőségei, amelyekkel jó eséllyel pályázhatott, különböző pályázati lehetőségekkel élt, és ezek a pályázatok célba is jutottak. Én úgy gondolom, hogy nehéz sorrendet felállítani, hogy melyiket lehet nagyon fontosnak és még fontosabbnak, vagy még annál is fontosabbnak tekinteni. Alapjában mivel mindegyik a maga nemében nagy jelentőségű, hisz ha nem nyerünk a fürdőpályázatra, akkor a fürdőnek az a státusza, amelyik eddig volt, az megszűnt volna. Ha azt nézem, hogy az a 32 lakás, amelyet meg fogunk építeni, az égető gondot fog orvosolni, hiszen egy korábbi kormánydöntés szerint a lakásokat el kellett adni, aki meg akarta vásárolni. Hiányzik a piacról a lakás, eközben egyre többen állnak sorba, hisz a hajdonási lakásárak a csillagos ég irányába kezdenek elszökni, tehát a lakások fontosságát azt hiszem megint nem kell hangsúlyozni. Az pedig, hogy egy több mint 1 milliárd forintos beruházást nyert a város Hajdúdaroggal együtt, az pedig önmagáért beszél. Összességében az ez évi döntések, az ez évi pénzügyi lehetőségek, a sikeres pályázatok és ezzel együtt a jövő évi fejlesztések olyan eredményt
hoztak, amely alapján nyugodtan mondhatom, hogy Hajdon Ánás még életében, a léte alatt, hajdonánási polgár sem, de a város sem, ennyi pénzt nem tudott a város fejlesztésére fordítani. Megkérdeztük az utcaemberét, hogy mi a véleménye a város önkormányzati munkájáról. Nézzünk meg erről egy bejátszást. Nincs róla rossz véleményem, mint egy nyugdíjasnak lehet. Meg vagyok elégedve. Nem olyan jó véleménye. Kicsit bővebben esetleg lehetne fejteni. Hát az a helyzet, hogy hát itt a nálási viszonylatban munkahely elérhetőség semmi. Azt ezért nem vagyok megelégedve. Hogy a fiatalok, azok mind munkanélkülre, mert nem törődnek a munkahelyen. Nagyon sok mindent csináltak, fejlesztettek, építették itt a városközpontot. A gyerekekkel is elég sokat foglalkoznak, szerintem, hogy megkönnyítsék a nevelésüket. Így mondjuk, hát én nem veszek annyit részt benne a programokban. Hát szerintem egész jó. Örülök neki, hogy itt lakhatok Magyarországon, sőt náláson. Imádom ezt a várost. Minden, ami jó, amit eddig csináltak, minden kiváló. Mint például. Hát most mit is mondjak? Hát például. Hát most az új üzlet megnyitása, most ez a legújabb, igen. Hát szerintem nagyon sok jó dolgot csináltak. Én meg vagyok velük elégedve. Annyira nem pásztáztam őket, hogy miket csinálnak, de én amik így megcsináltam, az nagyon tetszett. Hát a várost azt fejlesztik, az bizonyos dolgokban megnyilvánul. Hát munkahely az viszonylag az nincs, inkább az kéne az elsősorban. De jobb, mint a semmi, ez is egy haladás, de azért még van mit csinálni. Főleg a polgármestert tudok dicsérni, mert állítólag a szegények ellen segít. Mondjuk én nem részesültem abban, mert egy kicsit jobb módúnak tartom magam, de állítólag ez a igazság, hogy több ember véleménye. Hát ezt az esztendőt kellett volna 3 évvel ezelőtt ilyen rugalmasan végigcsinálni. És akkor talán jobb lett volna egy picit. Csinálják a dolgokat, mert elég sok árkot, mindent megcsináltak a tiákban, közelmúltban, meg az útakat is, elég tőleté. Hogyha úgy nézzük, az utakat rendbe tették, úgy tűnik fejlődik a város, hibákat is lehet találni, de hát én szerintem egy vezetőség se tud úgy dolgozni, ne legyenek hibák. Olyan közepes felett egy kicsivel. Hát én nem sok fejlődést láttam egy év alatt se, úgyhogy ennyi a véleményem. Lehetne több is. Munkahelyteremtés. Ebben a régióban ez egy tragédia. Úgyhogy megszűnik, elmegy, megszűnik. Úgyhogy jó lenne erre odafigyelni és a lehetőségekhez mérten ez irányba tenni valamit. Hát én meg vagyok elégedve vele. Hát az, hogy fejlesztik a várost. Meg próbálnak mindent megtenni azért, hogy jól legyen a nánásiaknak. Vannak változások, halljuk, hogy fejlesztik a várost, építkezések, ilyen új lakások épülnek. Biztos, hogy nagyon jó, igen, mert akinek nincs olyan magas jövedelme, azok is könnyebben hozzájutnak ezek a lakásokhoz, támogatják őket, meg az utakat fejlesztették, meg a fürdőt is hallottuk, igen, hogy ott is új medence is fog épülni, benn is nagyon szépen ki van alakítva a benti fürdő. Bevásárlóközpont. Igen, igen, igen. Mi is lesz az profi? Profi fog épülni itt a sarkon, igen, ezt is hallottuk, már folynak a munkálatok. Állítólag a Móri nagyon úgy néz ki, hogy lehet, hogy felszámolják. Ez én menyem, ott dolgozik, és igen, igen. Vagy lejjebeznek a fizetésekből, és akkor maradnak, vagy pedig, ha nem egyeznek bele, akkor lehet, hogy meg is húzzuk. Úgyhogy sajnos a munkalehetőség az nem nagyon, hagyulánáson nem nagyon biztosított. Hát kezdünk úgy veszem észre kicsit haladni, úgy... Úgy érzem, hogy az elkezdődött valami a városfejlesztésben, és remélem, hogy tovább folytatódik ez az állapot, ez a jó állapot. Őszintén beszélnék, akkor nem vagyok megelégedve egyáltalán, mert szerintem semmi jó nincs benne.
véleményem szerint. Általában meg vagyunk elégedve velek, de sok hiányosság még mindig van, úgyhogy oda kéne figyelni jobban a tisztaságra, meg a járdának a felújítására, meg a belvíz elvezetésre, úgyhogy van még pótolni való, és hát a külsőségre jobban odafigyelni. Például a nánási állomásnál lévő bérháznak a felújítására, meg a tisztántartására, meg itt a Bocskai úton lévő bérházaknak megint a környezetére, ez a sok cigány család, elnézést, akik ott laknak minden esetre, azokat is oda kéne figyelni jobban, és rendbe tenni ezt a környezetet, mert ez szégyenfoltja a városnak. Jót tudok mondani, csak szépen. Hát fejlődött a város annyiban, hogy a vizeket, a vízátereszeket megcsinálgatták. Hát remélem, hogy továbbra is így fog haladni a munka, hogy csinálnak mindent. Mert nagyon sok mindent csinálni való van még. A fejlődött a város, az biztos sok mindenben, megszépült is. De azért még sok minden teendő van a hátra levő időkben. A városvezetésről az a véleményem, hogy szerintem jól vezetik ezt a várost, csak a sportnak kellene egy kicsit több pénzt szentelni. Szerintem több ilyen sporteseményt, sportlétesítményt építhetnének a városban, és mert ennek, én ennek vagyok a híve. Remélem, hogy ez irányba lesznek fejlemények, új újítások. Hát szerintem van fejlődés, vagy volt fejlődés. Hát a gázépítés is, ami itt volt, meg a... Mi volt még mondani? Strandon is volt változás, igen. Úgy látjuk, hogy van fejlődés. Hát szerintem elég sok mindent megcsináltak, amit úgy hallottunk, hogy tervbe volt. Nekem az nem tetszik, hogy a városban mondják ezeket a régi épületeket lefele. Mi lenne, hogy a Budapesten is a 200 éves épületeket, mert üzletközpontokat kell nyitni. Olyan szép arculata volt a városnak, és ez engem egy kicsit. Lehet, nem jól látom, de igaz, régiek az épületek, lehet nem is annyira romhalmazak, és bontják le, mert Penny Marketet kell nyitni meg, és olyan falusiassá kezd válni a város. Hát talán a közrend is kicsit, hát hogy mondjam, tehát elharapoznak mostanában ezek a fiatal okáltal okozott vandalizmusok. Újságban is lehet olvasni, hogy horogkereszteket festenek a falra, ilyesmi, tehát szerintem egy kicsit jobban oda kellene figyelni a fiatalokra. Szerintem szükség volna egy munkahelybiztosításra. Ezen törhetnék a fejüket, hogy minél több munkalehetőség legyen, fejlődjön a város. A piacon odafigyelhetnének egy kicsit a standokra. A kereskedők, hogy alakítsák úgy, hogy látványos legyen, megnyerő. Hát nem sok fejlődés van a városban. Szerintem. Hát mert a fiatalok el fognak menni, és teljesen el fog öregedni a város. El fog falusiasodni, illetve már e felé haladunk most is. Semmilyen új létesítmények nincsenek. Gyerekeknek programok, tehát továbbfejlődésre az iskolán kívül semmilyen lehetőség nincs. Sajnos. Igazából nincsen rálátásom. Tehát én próbálnak valamit tenni, úgy látom, tehát a város szépítésébe, pályázatokon nyertek, amiket hallok. Azt mondom, hogy igen, meg vagyok elégedve. Hát szerintem nagyon jó. Hát ahogy így, például most is a karácsonyfa is ott van a kőfogalom, az nagyon tetszik, az borzasztóan meg. Ez szóval szépül a város. Én azt gondolom erről, hogy nagyon tetszik. Megmondom őszintén, én mindennel meg vagyok úgy elégedve. Reméljük, hogy a jövőben még csak jobb lehet.
úgyhogy elégedett vagyok. Úgy semmi lendület nem volt a munkaterén a nem dolgozóknak, úgyhogy most még azt is, a módent is halljuk, hogy az is megszűnik jövőre, vagyis leépítik, és akkor tényleg hova megy az a sok fiatal dolgozó? Mert már mondjuk én nyugdíjas vagyok, de a családom engemet is csak érint, úgyhogy valami munkát kellene idehozni, ami foglalkoztatná a fiatalokat, hogy el lennének foglalva, meg a pénz is, hát nem utolsó sorban. Meg vagyok elégedve. Tehát úgy a közutak, a levezető csatornák és egyebeknek az építésével, igen, előre haladtunk. Kábel TV bevezetés, aztán üzleteknek a rendezései, tehát a piacnak a tere, az nem mindegy, hogy néz ki. Aztán a művelődés is egy kicsit előbbre lépett. Amit hiányolok a városunkból, a könyvesbolt, hogy megszűnt. Ezt viszont nagyon hiányolom. Remélem, hogy majd lesz az is. A bejátszás után nyilván lesz egy reakció erre, reagálás ezekre a dolgokra, de azt szeretném elmondani, hogy igazából a riportkészítés alatt nagyon sok városlakó egyáltalán nem is szeretett volna nyilatkozni, nem volt véleménye, vagy azt mondta, hogy tehát nincs véleményem, vagy nem akarok nyilatkozni. Ez mondjuk országszerte is megfigyelhető dolog, hogy érdektelenek az emberek. Városi viszonylatban mi lehet az oka ezeknek a tagadásoknak? Én úgy gondolom, hogy erre én nem tudok válaszolni. Én mindig vállaltam a véleményem, és azt gondolom, hogy ezek csak régi reflexek lehetnek. Vagy a tévészereplés egyébként is zavarja az embereket. De én úgy láttam, hogy voltak itt olyanok is, akik túlságosan kedvezőképet rajzoltak a város, vagy a város vezetés, vagy a város önkormányzatának munkájáról, és voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nincs semmiféle jó véleményem, de ha hiába várta az operatőr, hogy na és akkor mondja már meg, hogy miért nem, hát kész, snitt. Szóval én azt hiszem, hogy nagyon nehéz úgy megszólítani az utca emberét, hogy nincs mód arra, hogy eszmét cseréljenek. Elmondok valamit, erre vagy kapok, ott nem kapok választ, és utána egy munkahelyen például ciki, hogyha valaki úgy válaszol, hogy az a jövőt illetően vitássá teszi esetleg a felvetését. Tehát gondolom, hogy ez is benne lehetett. Nagyon sokféle megnyilvánulás hangzott el, tehát a város életét érintve sok területet értékeltek a lakók, annak ellenére, hogy rövidek voltak a bejátszások. Hogyan lehet ezt egy városvezetőnek értékelni, reagálni erre? Azért azt kell mondanom, hogy ebben visszaköszöntek régi problémák, és én nem is tudom olyan röviden megválaszolni, mint amilyen röviden a kérdések elhangzottak. Én úgy hiszem, hogy alapjában véve az emberek ezeket a kérdéseket úgy kezelik, hogy amit szemmel látható, az megmarad. Itt többen azt mondták, hogy belvízelvezető árkokat készítettünk, utakat aszfaltoztunk, és ezekben merül ki az önkormányzat tevékenységének kedvező megítélése. Mások a munkahely teremtés, a munkahely problémáját vetették fel, és a harmadik elemről azért szeretnék szólni, talán először, mert a későbbiek során esetleg elfelejtem. Szóval én úgy gondolom, hogy korai még a Móde 3-mal kapcsolatban vészharangokat megpengetni, vagy meghúzni. Én régen ismerem azt a problémát, amely nem a hajdunánási önkormányzat, nem a Móde 3H vezetésének problémája, hanem a környező európai országok szakképzésének, munkakultúrájának erősödése és a magyarországihoz képest alacsony bérekben keresendő. Én úgy gondolom, hogy nem szükséges, nem lenne szerencsés, ha én közgazdasági fejtegetésbe bocsátkoznék, de a forint sávszélesítésének problémája már előrevetítette azt a problémát, amellyel számolni kell.
Magyarországon a bérek növekedése, amely, nehogy félreértse valaki, nem azt mondom, hogy Magyarországon olyan jó bérek vannak, hogy ez már ne továbbja a bérezésnek, hanem arról van szó, hogy a környező európai országban, elsősorban Romániában vagy Szlovákiában hozzávetőlegesen 40%-kal alacsonyabb bérekért dolgoznak emberek, és azt is tudomásul kell venni, hogy a hajdunálási, nyugodtan ki lehet mondani, hogy európai színvonalú vagy világszínvonalú férfi konfekció gyártás színvonalát megközelítik ezek az országok. A termeltetőnek nem mindegy, hogy mennyi a bérköltség, nem mindegy, az pedig neki teljesen mindegy, hogy Magyarországon gyártott vagy Romániában, neki a késztermék, annak a színvonala a fontos. Én úgy gondolom, hogy ezért sem a cég vezetésének, sem a város vezetésének felelősségét nem lehet felvetni. Ez az európai gazdasági környezetnek a hatása. A munkahelyteremtés tekintetében pedig én ezzel nem először, nem másodszor és nem harmadszor találkozom. Én azt mondom, hogy aki az embereknek azt sugallja, hogy ezért a város a felelős, az nem mond igazat. Nagyon durván másként is fogalmazhatnék, de a három égő gyertya engem arra sarkal, hogy ne mondjak ettől durvább szavakat. Azt tudomásul kell venni, hogy az önkormányzatoknak nincs munkahely teremtési lehetősége. Az önkormányzatoknak olyan gazdasági környezetet kell kialakítani, amely vonzóvá teszi az adott települést, vagy az adott gazdasági egységet. Ehhez a hajdunálási önkormányzat hozzátette azokat az adókedvezményeket, amelyekkel szeretné elérni, hogy ide jöjjenek üzemek. A hajdunálási önkormányzat olyan kockázatot vállalt magára, amelyet azt kell mondanom, hogy olyan, mintha a kártyajátékban valaki 19-re lapot kér. Mi azt ajánlottuk, jelenleg a General Electric több mint 10 millió forint adót fizet hajdunáláson. Azt ajánlottuk, hogy ne fizesse az adót, ne őriztesse a telephelyet, adja el nekünk a telephelyet, jelképes összegér, és az egyébként a területén lévő környezetkárosító vagy környezetkárosodásért való felelősséget az önkormányzat magára vállalja. Ennek a végső kimenetele nem tudjuk hány 100 millió vagy hány 10 millió forint lett volna. De azt tudjuk, hogy 14 ezer négyzetméter munkahely teremtésre alkalmas üzemcsarnok áll rendelkezésre. Ahogy ön meg nem szólalt, úgy a General Electric ezt az ajánlatunkat válaszra sem méltatta. Amikor Debrecenben járt Peter Truffaut nagykövet, két alkalommal is, egyikszer egy nagyon szűkkörű fogadáson, másikszor egy nagyobb, de akkor sem egy nagy nyilvánosság előtt, fölvetettem a hajdunálási üzem problémáját. A nagykövet úrnak az volt a válasza, hogy nagyon jól tudja, hogy ebben a kérdésben nem tehetek intézkedéseket, fel fogom hívni az illetékesek figyelmét erre a telephelyre. Ettől többet mi nem tudunk tenni, nem adják el, nem tudunk hozzányúlni, mert nem a miénk. Hát tessék megmondani, hogy mit kell ilyenkor csinálni. A másik szegmense az észrevételeknek az volt, hogy szép eredményeket értünk el, és én néha úgy éreztem, lehet, hogy bele is pirultam, hogy túlságosan dicsérőek voltak. Ebben is van valami, bele kell kalkulálni, hogy névvel és arccal az ember nem szeret rosszakat mondani. Azonban azt kell mondanom, hogy lehet, hogy ezek az emberek közvetlenül is tapasztalói voltak azoknak a beruházásoknak, amelyek látványosak voltak, mert mondjuk aki a Hajdú utcán 40 évig sárba közlekedett, annak óriási dolog az, hogy a Hajdú utcát több mint 10 millió forintért tettük rendbe. De az is, aki mondjuk azt látta, hogy fűszfát termel a szomszédja azért, hogy a téli nyírákseprője meglegyen, vagy fát, és nyírákseprője meglegyen, és egyszer oda mentünk, és azt mondtuk, hogy na vége a fa termelésnek, vagy a nyírágak termelésének, és megcsináljuk az árkot, ezzel lefolyik majd a víz, az nyilván azt fogja mondani, hogy igen, csinálnak valamit. De arról nem beszél senki, hogy mennyi embernek nyújtunk szociális támogatást, hány gyereknek az étkeztetéséhez járulunk hozzá,
Vagy például milyen takarékossági intézkedések kellettek ahhoz, hogy ilyen nagyságrendű kötelezettségeket vállaljunk. Hisz azért senki ne gondolja, hogy azok a pályázatok, amelyekről szerencsére már tudnak az emberek, hogy az úgy működik, hogy az állam ideadja a pénzt. Az állam azt mondja, hogy odaadom a pénzt, akkor, hogyha ti is hozzáteszitek a magatokét. És most már bármennyire is furcsa, nem lesznek félbehagyott beruházások, mert az állam azt mondja, hogy először csináld meg, ha kell, vegyél fel hitelt, és mikor befejezted az általam ígért pénzt, odaadom. Elég, ha csak a fürdő kérdését mondom. 320 millió forintos lesz a beruházás, ebből 155 millió forintot kapott a város. A másik 165 millió forintot neki kell előteremteni, ennek egy része az önkormányzatnál rendelkezésre álló pénzeszköz, a másik része hitel. A hitelt azért kell felvenni egyébként, nem mert nincs pénzünk, hanem azért, mert a Széchenyi tervben nyert pályázatok állami támogatású kamattámogatást kapnak, tehát kedvezőbb, mintha a város a saját pénzeszközét beforgatná ebbe, hanem azt, ha továbbra is nyílt végű befektetési jegyekben tartja, annak nagy kamatai magasabbak, mint a felvett hitel kamatai. Tehát, de ezt 320 millió forintot az utolsó fillérig ki kell fizetni, és majd kapunk 155 millió forintot akkor, amikor a beruházás elkészült. Nem beszéltek itt a megszólalók, pedig egy nagyon lényeges kérdés a helyi munkaerőnek, ebben a nagyfokú beruházásban a helyi munkaerőnek a foglalkoztatásba állításának lehetősége. Mindenki azt mondja, hogy ezt úgy kellene csinálni, hogy... De aki ezt így mondja, az nem, nincs azzal tisztában, hogy itt közbeszerzési törvény van. A közbeszerzésben a legkedvezőbb ajánlatot tévő viszi el a beruházást. Bevonhat helyi vállalkozót, de vannak olyan szerepek is, amelyekben olyan igazolásokat kell becsatolni, amelyekben azt kell mondanom, hogy versenyhelyzetben sem biztos, hogy fognak helyi vállalkozók kerülni. Alvállalkozóként igen. De hát erre azt mondják, hogy a fővállalkozó az, aki meghatározza, vagy megszerzi a vastagabb pénzeket. De nincs más lehetőség. A közbeszerzési törvényt nem lehet átlépni. Ebből következik, hogy az emberek azt nem látják, hogy ez azért történt, mert a helyi vállalkozók által leadott ár magasabb volt, mint a, már bocsánat, de a messziről jött ember jobb árat adott, mint a helyi vállalkozó. Ezért aztán én még arra is fel vagyok készülve, hogy annak ellenére, hogy lesznek beruházások, nem biztos, hogy minden beruházást helyi vállalkozó fog csinálni, és ezáltal megint az lesz, hogy van beruházás, de miért nem a helyiek csinálják? Ez azt gondolom, hogy megint egy sarkalatos pont lehet. De még vissza a munkahelyteremtéshez. Minden olyan kijelentés, amely azt mondja, hogy a város nem akarja, a város nem csinálja, az megalapozatlan. Megalapozatlan, mert a város mindent megtenne annak érdekében, hogy munkahely teremtődjön, és megmondom azt is, hogy vannak olyan cégek, amelyek úgy kerültek ide, hogy azt se tudtuk, hogy léteznek. Mikor megjelent a cég vezetője, megkérdeztem tőle, hogy hogy került Mosonmagyaróváról ide? Azt mondta, hogy volt egy katonatársam, aki azt mondta, hogy itt ragyogó konfekcióüzem van, ahol öltönyt olyan színvonalon tudnak gyártani, mint maguknál, ott fehér neműt is fognak tudni gyártani. És ez a cég nem reklámozza magát, idejött, az emberek dolgoznak, és a céggel semmi problémánk nincs, soha adó ilyen-olyan kérelme meg nem jelent, sőt, az néhány éve ide települt cég a saját munkatársának az érdekében azt kérte, hogy ha mi tudjuk, támogassuk, ők támogatni fogják a lakásának újjáépítésében. Na, ez az a magatartás, amit én úgy gondolok, hogy örömteli, hogy egy cég, ha megkapaszkodik, akkor már gondoskodik a dolgozóiról is. Egyébként erről pedig nekem az jut eszembe, hogy amit elhangzott, egy város nem lehet, nem így hangzott el, csak én úgy fordítottam le, hogy egy várost önmagában nem lehet vezetni. Egy városban az emberek is kellenek hozzá. Az is kell, hogy megnyilatkozzanak, hogy nem sok jó véleményem van, de ezen kívül is nincs. Nem tudja megmondani, hogy mi a baja velünk, csak az, hogy vagy valaki azt mondja, hogy jó a véleményem, de
igazából ő se tudja, hogy miért jó. Én úgy gondolom, hogy ennek a városnak, és ez a beszélgetés talán azt segíti elő, hogy a kommunikáció készségünk meglegyen egymás irányába. Ne csak azt hallják az emberek, hogy pályáztunk, azt is, hogy miért most pályáztunk. Azért, mert most jött össze annyi pénzünk, hogy tudjunk pályázni. Azt is tudják, hogy ezek a beruházások az ő érdekeiket fogják szolgálni. Ami a munkahelyteremtésben, ezt nyugodtan kijelenthetem, és dokumentumokkal tudom bizonyítani, hogy az ipari park például nem old meg semmit polgáron, de mi szívesen fogadjuk. Bárki, bármikor jöhet és ipari parkot létrehozhat. A saját tőke kockázatára. Állami pénzt is lehet hozzá szerezni, de hogy a város pénzét egy holt tőkévé tegyük, miközben olyan szükséges intézkedések vannak, mint például a lakásépítés, én úgy gondolom, az egy önkormányzati vezető részéről felelőtlenség. Csak egyetlen dolgot mondok, hogy az állomás környéke is szóba került. Nekünk még maradt 80 millió forintunk. Hát ezt valamikor el fogjuk költeni, csak azt nem tudjuk, hogy új lakásépítési programban, vagy pedig annak a ott lévő lakásnak a felújítására. Azonban azt kell mondanom, addig mindenki nagyon okos, míg azt mondja, hogy ezt fel kellene újítani. Rendet kellene ott csinálni. De ha bárkit megkérdezünk, hogy és tessék mondani, hogy abban a pillanatban a muníciója vége. Mi is tudjuk, mi is ismerjük a problémát, látjuk a szétcsúszott csatornát, látjuk a villanyszerelésre már egyáltalán nem emlékeztető lengőkábeleket, látjuk a koszt, a szemetet, látjuk a kéregető gyereket, mindent látunk, csak nem tudunk hozzákezdeni. Tudnélik, addig mindenki azt mondja, hogy micsoda bűn, hogy ezt így hagyja a város. De ha ebből az épületből egy családot az ő szomszédjába költöztetnénk, abban a pillanatban neki nagyon jól úgy is, ahogy ott van. Na ez az a probléma, amelyet nem tudunk pillanatnyilag kezelni, de hogy meg kell oldani, abban tökéletesen egyetértünk. Például meggyőződésem, hogy nagyon rövid időn belül a vendéglátás kérdését rendbe kell tenni, és mindent meg kell tenni annak érdekében a városnak, hogy legalább egy busznyi nép fogadására alkalmas szálloda, panzió épüljön meg. Erre is nyitottak vagyunk, akármilyen fizetési kedvezménnyel. Én úgy gondolom, hogy én ennyit tudok felajánlani, de egy adott helyzetben a képviselőtestület biztos vagyok benne, hogy messzebb is elmegy, ha garanciát lát arra, hogy például a téli üdültetés ezzel kitolná a szezont, hisz azért azt is tudni kell, hogy ebben a városban 125, 130, 135 ezer ember vált jegyet vagy vesz bérletet a fürdőbe, és ez igazából eléggé nagy mértékben a nyári 2,5 hónapos strandszezonra koncentrálódik. Természetesen tudjuk mi azt nagyon jól, hogy a társadalombiztosítás által finanszírozott gyógyászati kezelések is jelentősek, de mi sem vagyunk elégedetlenek. Annak ellenére, hogy nagyon szolid árakat alkalmaz a város által működtetett KFT, ennek ellenére az elmúlt évben nyereséges volt, és ezt azt hiszem, hogy Magyarországon nagyon kevés fürdő mondhatja el magáról.